mindenkit arra szeretnék ösztökélni, hogy a jövő évben igenis látogasson ki az Upgrade rendezvényre, hiszen itt nagyon-nagyon korszerű ismereteket tud az ember szerezni, és lehetősége van arra, hogy a tudományos eredmények és a hétköznapi gyakorlat ideális ötvözetét elsajátítsa, és nem utolsó sorban találkozzon a cégek képviselőivel. Dr. Baráth Zoltán vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetem fogorvostudományi karáról jöttem, ahol dékán vagyok és a fogpótlástani tanszéknek a tanszékvezető egyetemi tanára. A főbb szakterületem a fogpótlástan implantológia, képalkotó eljárásoktól egészen a pótlásokig, illetve az állkapocsizületi elváltozások kezelésében is részt veszek körülbelül 20 év óta már. A mai esemény egy nagy volumenű esemény, amely nagyon fontos fogorvosi és a fogorvoslással kapcsolatos szempontokat tűzött ki célul, nevezetesen a legkorszerűbb ismeretanyagokat szeretné megosztani nyilván a gyakorló fogorvosokkal, illetve lehetőséget teremt a fogorvosi kereskedelemben meglévő híresebb képviselők számára, cégek számára, hogy személyes kontaktusba kerüljenek a felhasználókkal. Adott esetben lehetőséget nyújtsanak arra, hogy testközelbe tudják hozni a hétköznapi felhasználó számára azokat a korszerű anyagokat, eszközöket, amelyek nélkül nélkülözhetetlen magas szintű fogorvosi munka végzése. A rendezvény magas szakmai színvonalat képvisel, véleményem szerint az előadókat figyelembe véve itt egyesülnek a tudományos eredmények, illetve a legfontosabb gyakorlati tapasztalatoknak az ötvözete, és ez lehetőséget teremt a hétköznapi gyakorló fogorvos számára, hogy ezeket az új korszerű eljárásokat, technikákat könnyedén tudja alkalmazni. És nagyon fontos ugye a digitális technikának a terjedése, és azokat a digitális eljárásoknak a bemutatása, amely fontos szerepet tölt be nem csak a konzerváló, fogpótlástani eljárásokban és rehabilitációkban, hanem az implantológia, és gyakorlatilag most már kijelenthetjük, hogy a fogorvoslás valamennyi szakterületén fontos szerepet tölt be, tehát ma már nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk, de nem csak a digitális fogászati ismeretanyag és eszközök jelennek meg, hanem megjelennek olyan korszerű eszközök, amelyek a világ egyéb részein is elérhetők, tehát lehetőséget nyújt mindenki számára, hogy a legmodernebb eljárásokkal tudja a szakmáját űzni. Ugye említettem a digitális fogászatot például, de ha az előadókat megnézzük, akkor a legkorszerűbb konzerváló, és én úgy gondolom implantológiai korszerű ismeretanyagokat is meg tudják szerezni a gyakorló fogorvosok. És mint ahogy említettem, nem csak a tudomány eredményei kerülnek bemutatásra, hanem a hétköznapi gyakorlati tapasztalatokat is összefoglalják. Tehát én úgy gondolom, talán a kiemelés az, hogy egy olyan szerves egységgé ötvöződik a tudomány és a gyakorlat, amely nagyon fontos, hiszen ez az egyik legfontosabb alapja a fejlődésnek, hogy minden tudományos eredményekkel meg legyen erősítve, de természetesen a gyakorlat számára is emészthető formában közöljék az ismeretanyagot. Mindenkit arra szeretnék ösztökélni, hogy a jövő évben igenis látogasson ki az Upgrade rendezvényre, hiszen itt nagyon-nagyon korszerű ismereteket tud az ember szerezni, és lehetősége van arra, hogy a tudományos eredmények és a hétköznapi gyakorlat ideális ötvözetét elsajátítsa, és nem utolsó sorban találkozzon a cégek képviselőivel, és adott esetben egy kötetlenebb formában nem a hétköznapi sietség és a hajtás és a felgyorsult világ
körülményei mellett, hanem egy nyugodtabb körülmények mellett tudjon találkozni a képviselőkkel, és hát ami nagyon fontos még, hogy kollégákkal is nagyon fontos eszmecseréket tud ezen a rendezvényen szerezni és megvalósítani az ember.